Kedves nézőink, az elmúlt héten pénteken másodízben rendezték meg a bányásztelepen a dió ünnepet. Most erről számolom be önöknek. A levele szúr a szára, szúrós minden darabkája. Ne érj hozzá sohase, bogáncsa neve. Ne érj hozzá sohase, bogáncsa neve. Milyen ötlet alapján jött ez a dió ünnep? Hát néhány évvel ezelőtt, pontosan 3-4 évvel ezelőtt, mikor képviselővé választottak itt a bányásztelepen is, akkor gondoltam arra, hogy a bányásztelepen el kell kezdeni egy közösséget építeni, és én azt gondolom, hogy a közösségépítésnek a legjobb módja, hogyha ünnepeket, tehát olyan napokat, ünnepeket szervezünk, ahol a gyermekek, a szülők és a bányásztelepi közösség találkozni tud. Először elkezdtük a karácsonyi ünnepségekkel, majd minek után jobban körülnéztünk a bányásztelepen. Láttuk, hogy nagyon sok diófa van, és így szeptember végén, október elején mindenki a diónak a szüretelésével és annak a feldolgozásával foglalkozik. Később itt a lakókon keresztül nyilván meg is kóstolhattuk azokat a süteményeket, ételeket, amelyek diós készítményekből álltak. Ekkor gondoltam arra, hogy mi lenne, hogyha az egyik alap ünnepségünk, közösségi napunk az a dióra, a dió napjára, a dió fesztiválra épülne. Ezt egy évvel ezelőtt döntöttük el itt a bányásztelepi lakókkal közösen. Egy évvel ezelőtt mondtuk azt, hogy hagyományt fogunk teremteni, és íme a hagyomány az a lakók támogatásával, a civil szervezetek támogatásával felé lett, és ez most már a második alkalom, hogy megrendeztük, és már most olyan hangokat hallok, hogy a harmadik, negyedik, és így tovább, egyre bővülve meg fogjuk csinálni. Jó ez a közösség, igényli ez a közösség. Itt a Lilium utcai parkban milyen elfoglaltságok várják az érdeklődőket? Hát igen, azt még szeretném hozzátenni, hogy ugye a Lilium utcai parkba azt gyakorlatilag tavaly telepítettük, raktuk le ezt a zsánelszoblót anya gyermekével, ugye a régi-régi bányász hagyományokra utalva bányász családokra. Hát családi ünnepségeket szeretnénk mi itt szervezni, közösségi ünnepségeket. Hát hogy ma ki mindenki vesz ezen részt. Nyilván a Zöldikék óvodának a közössége, szülői és gyermeki közössége. Nagyon sok jó műsort állítanak össze, ma is nemekül szerepeltek. A Bring Ajka Egyesület, aki a kezdettől fogva velünk van, ügyességi pályát épített fel, és ő szervezi a szóvárosba való körbiciklizést, és ők felügyelik azt. Igen, jól csinálták, most is nagyon sokan vettek rajta részt. Köszönetet mondok a Robinson Egyesületnek, aki a lövészetet és az íjászatot. Tavaly még kevesen voltak a lövészeten, íjászaton, most látom, hogy sorban állnak a gyermekek, felnőttek és fiatalok ezeken a telepen. És van 3 nyugdíjas klub, aki folyamatosan támogat bennünket ebbe a dologba. A Szilmeszter Panni néniék, a Nosztalgia nyugdíjas klub Bódéról, ők főznek, ma is ők főzték a diós mácsikot, a diós tésztát, zserbót sütöttek, diós kiflit sütöttek, ugyancsak süteményekkel vesznek részt a Orchidea nyugdíjas klub és a VGB nyugdíjas klubnak a tagjai. Ők a sütemények kínálásán kívül magába a terepnek a felépítésében és a biztosításában is részt vesznek. Kézműves foglalkozások vannak. Lehet, hogy elfelejtettem az előbb mondani az Ajkai Művészeti Egyesületet, akik képzőművészeti egyesület, akik szintén kint vannak, ők az arcfestést, kagylófestést és a dió napja pecsétnyomást csinálják, tehát ők készítették ezt elő. Az óvónők szintén ilyen kézműves ügyességi játékokkal segítik a gyermekek szórakozását. Mint mondottam, különböző játékok vannak, ügyességi játékok vannak itt kint, teniszlabdázni lehet, tollaslabdázni lehet, buborékot fújni lehet, és még sok mindent. Mást azon kívül sikerült megnyernünk egy póniló tulajdonost is, aki a póni lovával itt van kint, és a gyerekeket folyamatosan lovagoltatja. Hányadik alkalommal vesz részt a Bring Ajka Egyesület a dió ünnepen? Hát a kezdetektől fogva itt vagyunk.
tehát ez a második alkalom, és az elsőn is ugyanezt a programot hoztuk, mind a második alkalommal. Egy könnyű kis túrán az elején, és majd későbbiek folyamán pedig egy ügyességi pályával a gyerekeknek. Lesz-e valami jutalom annak, aki hibátlanul teljesíti? Igen, minden gyermeknek, még aki nem hibátlanul teljesíti, őnek is egy oklevelet szánunk, és egy kis dörmiszelettel szeretnénk kedveskedni. A Bringajka Egyesület tagjai nemrég versenyeken voltak. Milyen eredménnyel zárták azokat? Igen, a legutóbbi versenyünk egy ultramaraton volt, egy 10 óra hosszúságú körpályán zajló verseny, amelyen 5 csapattal vettünk részt, és egy szóló kategóriás úriemberrel. Nagyon szép eredményeket értünk, rengeteg leg volt a csapatnál, tehát a legtöbb kört megtevő az ifjúságiaknál, a leggyorsabb kört megtevő és a leggyorsabb hölgy is tőlünk miattuk a versenynek. A szóló kategóriában egy 6. helyezést értünk el, amire azt kell mondani, hogy 10 órán keresztül egy nehéz hegyi terepen kerékpározni, magába is egy első helyen ér fel. Két duó versenyzőnk volt, egyik csapat 2. helyezést, a másik 4. helyezést ért el, de ami a szívemnek a legközelebb álló, az ifjúsági csapat, aki az utánpótlást megnyerte. És volt egy hölgy csapatunk is, és ők is megnyerték a versenyt a saját kategóriájukba. Mi lesz a következő rendezvény itt a Bányásztelepen? Hát köszönöm ezt a kérdést, talán egy kicsit bővíteném a területemen, az óvárosba. Egy hét múlva pénteken lesz a kirakat tárlatnak a megnyitója. Néhány szót talán, ha megengednek, mondanék róla. Ez az óvárosi sétányon a Kossuth iskola melletti papíros írószerbortnál indul, és a Pénteszi melletti Velvet kávézóba és pizzériába végződik. Minden örömmel mondhatom, hogy minden egyes boltba, minden egyes vendéglátóipari egység jelentkezett és támogatott bennünket. Itt az Ajkai Képzőművészeti Egyesületnek a képei és szobrai lesznek kiállítva. Tavaly előtt is nagy volt az érdeklődés, már most is nagy az érdeklődés, és hagyd dicsekedjünk egy kicsit, akik szervezzük ezt a dolgot, hogy Debrecentől Győrig, Pécsig gyakorlatilag e-maileket kapunk, véleményeket kapunk, hogy eljöttek, megnézték, és minden esetben nagyon jó visszajelzések vannak ez. Itt a Bányásztelepen a következő ünnepségünk, közösségi napunk az karácsony előtt decemberben lesz. Minden évben most már hosszú éveken keresztül itt ünnepeljük a parknak a végén levő karácsonyfának az állítását, karácsonyfa ünnepet, ahol az óvodások és mindig egy-két meghívott vendég vesz részt. A lakók, itt is talán nem mondtam, hogy a nagyon sok lakó hozta egyénenként a süteményét és kínálja a főztjét. Ez karácsonykor is így van, hogy a lakók hozzák a süteményeket, főzzük a forralbort, a gyerekek hozzák a műsorokat, meghívott vendégek. Jól érezzük magunkat, most is jól fogjuk. Jöjjön mindenki, aki hallja ezt a beszélgetést.